Sziasztok, ez itt a Ninja Ki és benne a Naruto széria 7. ovájával. Egy olyan külön kiadás ez, amelyben a hamariság, a nagyra vágyás, valamint az önzőség van jelen. Központban pedig egy Jin van jelen abban a korszakban, amikor még Narutóik kisebbek voltak. Érdekes körítés ez, és nagyon jó, hogy szélesvásznú kalandot tártak elénk, így az animáció viszonylag jónak mondható. A látvány így jól szolgál, néhány fura rajzolástól eltekintve, ám az akciók sajnos nem vállaltak sokat. Miután a hetes csapat összegyűlik a tengerparton, hogy sütögethessék a drága húsaikat, Kakasinak el kell mennie, hogy vegyen magának egy üdítőt. Ez alatt pedig mindjárt teszt alá helyezték is a hőseinket, szabad-e hozzányúlni az ételhez addig, amíg az illető távol van. Naruto ezt nem bírta ki, ami nagyon rá vallott, és azt hiszem, ez nem volt akkor a bűn tőle. A dolgokat azt kavarja fel, hogy a hősünk talál egy palackot, amiből egy Jin bújik ki. Természetesen lehet tőle kívánni, és mivel az emberi kapcsiság határtalan, a játékidő úgy telik innentől, hogy ki az, akinek teljesülni fog a vágya. Na de most akkor következzenek azok, amik nagy pontjai, furcsaságai, érdekességei, vagy éppen negatívumai voltak ennek az ovának. Az első, ami érdekesség, az a Jin kinézete. Nem várhattuk el, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint az Aladdinnak a Jinie, de az jól esett volna, ha valamilyen módon utalt volna legalább az arab kultúrára. Jinnek persze Ázsiában és a görög mitológiában is vannak, de mivel a Disney's Jinie a leghíresebb, kapura jöhetett volna egy jó poén a készítőktől. Ennek a Jinnek a kinézete egyébként megfelelően animés, ezzel a szemüveggel pedig nagyon jól adja vissza a modern kort. A második, ami furcsaság, az a kívánság. Eredetileg egy Jin 3 kívánságot tudna teljesíteni személyenként, ezáltal pedig, ha úgy nézzük, mindenkinek valóra válhatott volna a kívánsága. Itt azonban úgy intézték, hogy amíg a Jin szolgálatban van, mindenestül 3-at lehet kívánni tőle. Szegény Narutóék így el is használnak 2-t a félreértések miatt, így már csak egy maradt hátra. A harmadik, ami nagy pont, az Naruto menekülése. Elcsórja a palackot, aztán elvágtat, hogy magáé legyen a kívánság. Önzőség ez tőle, de ezzel azt akarták kifejezni, hogy a legjobb ember is kapzsivá válhat. Másrészt pedig ő volt az, aki megtalálta a palackot, így jogilag őt illetné a kívánság. A negyedik, ami negatívum, az Kibáék akciója. Az üldözéskor mindenki találkozik Narutóval, de csak Sasuke az, aki valamennyire hozza a kötelezőt. Ez a tűzjutsu nem volt rossz még látványban se, ám a többiek nem akartak sokat vállalni. Az ötödik, ami nagy pont, a Sakurának a színjátéka. Eljátsza, hogy Narutónak a csapatokat kéne választani a palack helyett, mert így tisztességes. Még el is keseredett, pont úgy, amikor Naruto és Sasuke összekapott a tetőn. Aztán kiderül, hogy csak jó színésznő volt, ami célzás volt a nők megjátszására, ha nagyon akarnak valamit. A hatodik, ami nagy pont, a Shino. A készítők rávilágítottak arra, hogy mindig elbánnak vele, ha a Rivalda fényről van szó. Ő a mellőzött karaktereknek az éllovasa, és a mai napig tényleg nagyon keveset tudunk róla. Megszerezhette volna a palackot, de aztán olyan hirtelen csapják el szegényt, hogy ez volt az egyik legviccesebb rész az ovában. A hetedik, ami érdekesség, az Narutónak a megenyhülése. Ha már eddig elment, nem értettem, miért akarta mégis átadni a palackot Sakuráiknak. Ezzel még nem oldódott volna meg a problémájuk, hiszen ugyanúgy 3-an vannak, és csak egy kívánság van. Másfelől meg így se kaparintották meg a palackot végül, ugyanis Kibáék elügyeskedték tőlük. A nyolcadik, ami furcsaság, az Hinatának a tökölése. A zavargása közepette hozzákerül a palack, ő meg nem tud dönteni, kinek adja oda. Egyértelmű, hogyha az eredeti Hinatát vennék alapul, ő Narutónak adta volna azt a palackot. A kilencedik, ami érdekesség, az Shikamaru lehetséges kívánsága. Mivel nem derült ki, hogy pontosan mi lett volna az ő kívánsága, amivel ő majd mindenkinek a vágyát valóra tudta volna váltani, így azt kell gondoljuk, hogy Shikamaru egy nagy trollkodást akart itt végrehajtani. Sose szokott működni az, hogy azt kívánjuk teljesüljön mondjuk mindenkinek a kívánsága, ezért szerintem Shikamaru egy óriási becsapást akart itt csinálni. A tizedik, ami negatívum, az a szokásosnál nagyobb fej. Vannak olyan jelenetek, amikor a keleténél egy kicsit terjedelmesebb fejeink láthatóak. Ami azért lehetett szerintem, mert itt az animátoraink a Shippudenhez voltak szokva. Ez az ova 2010-es, tehát javában dúlt a Shippuden, míg ide most a sima Naruto ábrázolása kellett volna. A 12. és egyben utolsó nagy pont az Kakasinak a trollkodása. Már majdnem jöhetett volna Shikamaru nagy terve, erre Kakasi aprót kér, amit a Jin kívánságnak vett. A Jin itt egyáltalán nem hibáztatható, elvégre a DB Shenlongja is mindent kívánságnak vesz, ami kérdés. Haragudni ellenben egy kicsit se lehet Kakasira, mert úgy viselkedett az apró kéréssel, mint egy öreg ember. Ezt követően a Jinnünk eltűnt a palackkal 1000 évre, ami nem most fog letelni, amivel azt üzenték nekünk a készítők, hogy addig üsd a vasat, amíg lehet, és sose szalaszd el a szerencsédet. Összességében tetszett az ova, és nagyon jól jelképezték benne az emberi gyengeségeket. Remélem egyszer Borutóék is kapnak egy ehhez hasonló ovát, akár ugyanezzel a Jinnel is, aki valahogy megszegte mégis az 1000 éves tiltást.
Ha nektek is vannak észrevételeitek az ovával kapcsolatban, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, hogy ti mit kívántatok volna a dzsint? És hogy én mit kívántam volna tőle? Azt, hogy legyen... Ez volt a Ninja Kés benne a Naruto szériának a 7. ovájával. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel! És keresd a csatornát a további tartalmakért.